ígértem egy olyan alapítványnak a megismerését, amely kifejezetten az állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok támogatásáért jött létre. Ez az Ágota alapítvány. Rögtön beszélgetek az alapítóval, a főigazgatóval, Kotenc Jánossal, aki meg is érkezett ide hozzám. Jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntöm itt nálunk. Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Már több alkalommal mondtam a nézőknek, hogy pontosan mi célból jött létre az Ágota Alapítványna, de mikor, milyen körülmények között, és hogyan jött egyáltalán létre, mi hívta életre? Az Ágota Alapítványt, mint közösséget 1996 decemberében, bő 25 éve, negyed évszázada, hívtam életre, még fiatal teológusként, itt a Dóm téren, a Dóm tér 6 az akkori a Gál Ferenc Egyetem jogelődje, Szegedi Hittudományi Főiskola C termében, az a görög Héber termünk volt, ahol Beismar Béla, Jezsuita professzoratja és sokat, sokan mások voltak jelen, és hát így indult. Alapvetően az ikletettség, mint minden katolikus ikletettségből induló civil közösségnek, az a fő célja az az volt, hogy valahol megtapasztaltassuk a családból kiemelt, a saját családjukat elvesztett gyermekek és fiatalok körében azt, hogy ők az érdemeiktől függetlenül elfogadhatók és szeretetreméltók. És nem csak a, a teológus évek, ben ott mellettünk ténykedő tanáraink, lelkivezetőink és a társaink voltak ebben óriási szolgálatunkra, hanem, hanem olyan emberek is megszólítva érezték magukat erre a karitativitásra, akik azóta is, csak nem 25 éve velünk vannak, igen magas létszámban. Ez ma már egy közel fél ezer fős önkéntes közösség, Magyarország minden megyében jelen vagyunk és közel tízezer gyermeket támogatunk, segítünk, és hát igyekszünk, hát így a János idézettel élve kicsit azt képviselni, hogy a szél valóban ott fújja, ahol akar, hogy, hogy annak a kegyelemnek, amit mi közvetíteni igyekszünk, és aminek mi magunk is az eszközei vagyunk, abban, abban a családjukat elvesztett csemetéink, azok ugyanennek a várományosai, mint mindenki más, aki, aki, aki hála Istenek egészséges körülmények között seperedhetett fel. Milyen módon segít az Ágota Alapítvány? Mondjon nekünk erre, János, példákat, hogy hogyan van jelen ezeknek a gyermekeknek az életében az alapítvány. Az alapítvány gyakorlatilag minden olyan területen szolgál, ahol, ahol szükségét látja. Annak, hogy, hogy fel kell karolni a gyermekeket, segíteni, támogatni kell őket. Anyagi, tárgyi, erkölcsi programok, a jövőképük alakításában, annak tényleg hát azért mégiscsak egyfajta biztatóbb, reménytelibb, pozitívabb módon történő realizálásában, és hosszat véget nem érő módon sorolhatnám, hogy mennyi mindenben. Egy évközi karitatív időszakban, ami így az ősztől őszig terjedő időszakot jelenti nálunk, a karitatív munkaidőszak, közel 600 programot valósítunk meg. Ezekben vannak a kisebb 20-30 fős programok, vannak terápiás, klienscsoportos terápiás folyamatok, ugye saját szakmamódszertanunk módszertanunk van a gyermekvédelmi szakellátásban, ami ma már beültetett a hazai gyermekvédelmi szakellátás professzionális nevelési gyakorlatába is ezt a német katolikus püspöki kar támogatásának és közvetítésének köszönhetően nem csak német területre, de kárpát medencében is és Bulgáriában is a gyermekvédelmi intézményekben implementálták. És a terápiás, a szakmai segítségadás mellett számtalan száz élmény, illetve élménypedagógiai. De ugyanígy a kulturális, a nemzeti értékekhez kötődő, a szakrális ünnepköreinkhez kötődő közösségi eseményeken át egészen a nagy óriási nyári táborokig mindenféle fajta program felelhető. Ugye az állami gondozatok országos találkozója tábor, ami egy terapeutikus alapú, ma már a programnak is ugye a gyógyító táborok kategóriájában ténykedik. Itt ugye 6-7-800 fővel együtt megvalósított óriási nagy találkozók vannak. Ezek kéthetes táborok. Ezek talán így az Ágota szíved dobbanása, így a legnagyobb ilyen típusú rendezvényeink. Idén ünnepeltük már a falván a saját infrastruktúrán ban a 25. ilyen országos találkozót. 1997-ben volt az első, és most volt a 25. évi. Mekkora közösség dolgozik, vagy szolgál, inkább ezt úgy mondanám, hogy szolgál az Ágota Alapítványban, és hol lehet találkozni az Ágota Alapítvány eseményeivel? Az előbb már mondta János, hogy azért országszerte ott vannak és jelen vannak. De hogy a, mondjuk vannak szervezetek, akik szeretnének az alapítvány szolgálatával együttműködni, ők hogyan tudják megtalálni, hogy hogy lehet kapcsolatba lépni önökkel, hol láthatják, hol találkozhatnak önökkel? Igen, hogyha mondjuk Zala megyéből, vagy akár Hernád keresztül, Györmoson Sopron megyétől, egészen mondjuk Borsodobó Zemplén megye, Miskolc, vagy akár szabolcs már megye, Tiszadobbi gyermekvédelmi szakellátásig eljutunk, ezzel így keresztül kasul az egész országot hosszában. Mindenhol akad lehetőség arra, hogy csatlakozzanak hozzánk ahogyan a, 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 Zala megyei gyerekeket ugyanúgy fogadjuk minden évben, ugyanúgy a szabolcs már megyei gyerekeket is. Tehát nincs olyan megye, és nincs olyan megye jogú város, vagy akár kisebb települések, ahol ne akadna állami gondozott fiatalokból jó vagy néhány. Ma Magyarországon 25 ezer ilyen állami gondozott van. És azt is tudni kell, hogy az Ágota Alapítvány, mint karitatív közössége, szakmai fundamentumaira alapozó módon, csak nem 11 évvel ezelőtt Kistigó László Püspök úr, itt a Szeged Csenári Egyház megye főpásztora, vele közösen átgondolva az államtól átvállalható feladatellátás, szolgálat, mélységét, és az ebben rejlő pasztorációs lehetőségeket is, és értékközvetítést. Ezen alapuló módon ágotából ágot a szentágot a gyermekvédelmi szolgáltatóként az egyházmegyei létesítéssel alakulhatott ki. Az a fajta szolgáltatás is, aminek köszönhetően ma közel 7000 gyermeket gondoz a Szeged Egyház megye, az Ágot a szakmai fundamentumain alapuló Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltatóval. Ezt is minden megyében valósítjuk meg, és 13 megyében konkrétan gyermekotthonokat, lakásotthonokat, illetve nevelőszülői hálózatokat működtetünk. Ez utóbbi azért is fontos, mert valóban minden gyermeknek családban van a helye, és igyekszünk családias környezetben szocializálni a fiatalokat. De hogy ehhez nem csak nevelőszülőket keresünk, ami nagyon fontos, és minden honnan, hanem olyan jó szándékú segítőket, karitatív segítőket is, akiknek fontos az, hogy egy családjából kiemelt gyermek közösségre, otthonra, szeretetre találjon. És akkor most itt a vége felé már a beszélgetésnek. János, engedjen meg egy személyes kérdést. Annak idején, amikor megálmodta, vagy, vagy lelkében megérlelődött az Ágota Alapítványnak a, a megalapítása, akkor már vagy akkor is már munkálkodott Jánosban a védteleneken való segítségnek a szándéka? Tehát ez alapvetően, ez már, már fiatal korától jön János lelkületében. Ott van ez, hogy a legfiatalabbakat, a legvédtelenebbeket, a gyerekeket, főleg a családjukból kiszakított gyerekeket segítse? Az én ihletettségem az nagyon egyszerű. Én is állami gondozott voltam. Három hónapos koromtól, egészen a fiatal egyetemi éveimig. Tehát én három hónapos koromba kerültem Csecsemő árvaházba, majd nevelő később patronálók, illetve valamikor késői kamaszkoromban kerültem kapcsolatba nagyon jó emberekkel, akiknek, akik közt akadtak atyák, papok, és tulajdonképpen az, hogy én eljuthattam ennek a gondviselésnek az útján a mai napig, az a jó Isten kegyelmén túl azoknak a jó atyáknak is köszönhető, akik az érdemeimtől függetlenül fogadtak el és szerettek. És, és, én úgy gondolom, hogy az én hivatásomban kutya kötelességem ugyanezt a mintát követni, és úgy tudok jó eszköze lenni a gondviselésnek, hogyha azoknak a szeretetét, akik tanítottak engem ezzel a feltétlen elfogadással, én magam is közvetítem és továbbadom. Nekem nagyon jók voltak a mestereim, és igyekszem is olyan jó emberekkel körülvenni magamat, akik minden nap emlékeztetnek arra, hogy honnan jöttem. Az én szolgálatomat ez hagyja át, és nagyon szeretem azt tenni, ezt a szolgálatot, amit teszünk, amit csinálunk, és ezt egy jó közösségben tehetem meg. És én azt gondolom, hogy ez olyan alkalmak, mint a, mint a társadalmiasítása, mindennek az evangéliumi értékrendnek, amit azért az egyház, mint közvetítő is e, a magáénak valamint mint saját szolgálatát, feladatát. Óriási lehetőség van az ilyen együttlétekben, az ilyen rendezvényeken, az ilyen napokban arra is, hogy az emberek felfedezhessék azt, hogy mennyire sokrétű az egyház missziója, hogy mennyire, mennyire nem csak azoknak jelenthet ez értéket és értékes hivatásválasztás, akik mindennapos részét képezik egy-egy egyházközség életének, hanem, hanem feladatra hív, közösségre hív, aktivitásra hív, szolidaritásra hív, és így vagy úgy, de mindenki a gondviselés eszközévé válhat. Kotenc köszönöm szépen, hogy megismerhettük közelebbről az Ágota Alapítvány szolgálatát, és külön köszönöm, hogy ezt a személyes vonatkozást is elmondta nekünk, megtisztelt vele bennünket. És ugye, hogyha már a kattás, katolikus társadalmi napok, az Ágota Alapítványjal találkozhatunk, akár itt a forgatagban, szombaton? Természetesen mind az Ágota Alapítvány közössége, mind a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató képviselteti magát ezen a rendezvényen. Akkor még találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is. Viszontlátásra.